Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a nem is tudom hanyadik valódi, de első virtuális könyvhét hallgatói és nézői között. Ez itt a Tilosazár könyvkiadó virtuális könyvbemutatója, melyben Szakács Eszter a nulladik zsebuneverzum című fantasztikus, szó szerint és képletesen is fantasztikus könyvét fogjuk bemutatni. A beszélgetés résztvevői Szakács Eszter, a könyv szerzője. Eszter, köszönj be a kedves Sziasztok. Nézőknek! Az első dolog, amit mindenképpen szeretnék elmondani a kedves nézőknek és a hallgatóknak, hogy számomra ez a könyv, a nulladik zsebuniverzum, amit én ugyan még csak PDF-ben olvashattam, és nem tudom most megmutatni, de hogy mindenki képbe legyen, azt elmondom, hogy a Szelet tornyának és a Babilonnak egy méltó, fantasztikus, rendkívül jó folytatása. Nekem ez a legjobbkor jött ebben a kicsit depressziós, kicsit nem is tudom, kétségbe esett karanténos helyzetben. Egyszerűen képes volt kiemelni a valóságból és elvinni valami egészen más és sokkal jobb helyre. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy nem sokat, tehát vannak olyan írók, akikről sok mindent lehet tudni, de vannak olyan írók, akikről semmit nem lehet szinte tudni, és Szakács Eszter az inkább egy olyan író, akiről nagyon keveset tudunk, hogyha az ember elkezdi a Google-t faggatni, akkor sem ömlenek rá az információk, de azért annyit sikerült kibogaráztam a világhálóból, hogy Eszter, te valahonnan a versek fölül indultál. És hát az első kérdésem az az lenne hozzád, hogy akkor neked most így mi is a polgári foglalkozásod igazából, és hogy is keveredtél te a versektől, meg a kalisdítól a fantasy trilógiához? Hát igazából az volt, ugye én felnőtteknek írtam verseket, mondjuk úgy, hogy pályafutásom első felében. Aztán jött egy elég izmos költői válság, nem tudtam többet verset írni, és akkor próbálkoztam a mesékkel. Három könyvem jelent meg, kettő ezek közül a Pagonynál. Az átvezető dolog a költészettől a mesékig, az tulajdonképp a görög mitológia volt, mert mind a kettő szerepelt a verseimben is, meg az első verseskötetemben, Villámhaigáló diabászba, és tulajdonképp miután úgy éreztem, hogy a mesék is úgy kezdenek bedögleni, tehát nem igazán tudtam újabb dolgokat kitalálni, akkor tértem rá a regényre, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy valami nagyobb lélegzetű dologra is képes vagyok, amit korábban nem éreztem volna. Én a költészetnél mindig azt éreztem, hogy én irodalmi rövidtávfutó vagyok, és egy 20 évvel ezelőtt eszembe nem jutott volna regényt írni. Pláne nem ilyen hosszúakat, mert ez azért most tényleg több mint 600 oldal lett a harmadik. Úgyhogy tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a görög mitológia vezetett, tehát engem a meséken keresztül ezekig a regényekig, amik ugye mitológiai fantázia műfajuk, és alapvetően a görög mitológia körül bonyolódnak, bár hozzáteszem mindegyik, a trilógia mindhárom kötetében más-más mitológia van a középpontban, de a háttérben ott áll mögöttük a görög mitológia is. Nem véletlenül ismered jól a görög mitológiát, ugyanis neked mi is a polgári foglalkozásod? Hát könyvtáros vagyok, de ennek semmi köze a görög mitológiához, azt hiszem. Én a görög mitológiát egyszerűen szeretem gyerekkorom óta, szóval elég sok mitológiát olvastam annó 10 évesként, és megmaradt a vonzódásom később is, annyira, hogy én több ízben voltam Görögországban, amit a mitológia miatt akartam elmenni, de aztán beleszerettem tulajdonképpen. Na, itt rögtön találtam egy közös pontot akkor már a kettőnk életében, mert én is a mitológia miatt mentem el Görögországba, de én még 19 évesen. Neked nem volt Görögország, a mai Görögország csalódása a mitológiával átitatott elvárásaidhoz képest? Nem. Én első ízben, meg azt hiszem harmad ízben is Korfun voltam, és Korfu nekem nagyon tetszett. Oké, tömegturizmus, persze az összes görög szigeten erről van szó, de
Nem tudom, én valahogy úgy megéreztem a hely szellemét, tehát ami a turizmus mögött van, meg ami egyszerűen az a légkör, ami a szigetből árad. De hozzáteszem, hogy nem csak a mitológia miatt akartam Korfura menni, én imádtam a Gerard Darrell könyveket gyerekkoromban. Na most ahhoz képest nyilván a mai Korfu teljesen más, de még mindig találtam benne olyan dolgokat, amikor felismertem a helyszínt, például az Egér szigetre átmentem csónakkal, az az egyik helyszín volt a Darrell könyvekben. Úgyhogy ilyen kettős indítatás, mondjuk úgy. Akkor azt már nagyjából tudjuk, hogy miért éppen a görög mitológia és miért éppen a fantasy lett az a műfaj, amiben most nagyon úgy néz ki, hogy nagyon megtaláltad magad. De miért lett ifjúsági? Tehát, hogy akár választhattál volna, azért a görög mitológia át van szőve is itatva olyan felnőtteket is meggyűrő sorscsapásokkal és történetekkel, amiből akár egy felnőtteknek szóló regényfolyam is lehetett volna. Miért az ifjúságnál kötöttél ki? Hát nem tudom igazából megmondani. Az az igazság, hogy a szelektornya az először nem fantazinak készült, amikor csak próbálkoztam úgy magamban, hogy merre kéne elindulni az újabb válságból, akkor én arra gondoltam, hogy írok egy young adult regényt, és tulajdonképpen az első néhány oldala, nem tudom hány oldala, az első fejezet fele, az még úgy indult, hogy nem fantazi lesz. Csak egyszer onnan, amikor Mira fölmászott a darura, akkor úgy éreztem, hogy onnan nem tudom folytatni, és ez az a momentum lendített ki, amikor úgy gondoltam, hogy a daru ablakába egy másik világra lát, onnantól egyszerűen belendült a sztori. Tehát én ezt a rögvalóságot azt hiszem, hogy nem bírom elviselni, úgyhogy az én műfajom úgy gondolom, hogy mindenképp a fantasy. Hát, hogy miért ifjúsági, azt nem tudom. Lehet, hogy a mélyen eltemetett pedagógus én nem jött ki belőlem ilyen módon, mert hogy tanári diplomám van tulajdonképpen, de sose tanítottam. Hát vagy a mélyen eltemetett, vagy nem is annyira eltemetett. Nem mélyen eltemetett tínédzser, nem tudom. Tínédzser éved. Igen. Ez az egyáltalán nem valószínűtlennek tűnő megoldás is, vagy válasz is létezhet. Még hozzátenném, hogy talán az is, hogy fiatalkorban, ugye 10 évesen a legmarkásabb a személyiségfejlődés, és ez igazából ez is érdekelt, ezt is be akartam mutatni, hogy próbál meg a gyerekkorból kimászni az ember. És ezt a fantazin keresztül is meg lehet mutatni, azt hiszem, amikor olyan feladatokat kap egy gyerek, amik nehezek neki, de meg tudja oldani, és ezáltal fejlődik a személyisége. Most említetted, hogy az első fejezet fele írása közben alakult ki, vagy kattant be neked az, hogy ez igazából egy fantasy lesz. Akkor ezek szerint te nem úgy kezdesz neki egy regény megírásának, hogy pontosan tudod, hogy mi van a fejedben, vagy egyáltalán hogy kell ezt elképzelnünk, amikor Szakács Eszter alkot? Nem, hát az elsőnél lövésem nem volt, csak elkezdtem, az üldözéses jelenet van az elején, tehát amikor zaklatják a főszereplőmet a fiúk. Kevés momentum van, kevés támpontom van az írásnál, de rájöttem arra, hogy máshogy nem tudok írni, tehát próbáltam már úgy is, hogy az egyik meséből például akartam meseregényt írni. És gondoltam, hogy egy vázlatnak tekintem, és majd annak alapján fölépíteni, és képtelen voltam megoldani, mert engem az nem érdekel, amit már tudok előre, hogy mi fog történni. Tehát nekem kell az a felfedezése, hogy elindul az ember a sötétbe, van egy karakterem, annak ha elnevezem, akkor már sikerül valami személyiséget adnom, tehát alakul folyamatosan a személyisége, interakcióba lép más karakterekkel, és kezd kialakulni mögött a háttérvilág, ami nekem tulajdonképpen a fantaziban legérdekesebb, tehát a világépítés szeretem a legjobban a karakterépítés mellett. Úgyhogy most egy kicsit belezavarodtam, hol tartottam. Hát körülbelül egyébként itt, tehát, hogy a... Szóval az a lényeg, hogy nem akarom tudni, hogy mi lesz a vége. Vannak bizonyos támpontok, nyilván itt egy sablóra épül a szelektornya, tehát mindig ugyanaz, hogy Aprimán újabb támadása, meg világmegmentés, meg a hős tinédzserek, szóval megmentik a világot. Tehát van ez a sablon, de arra fölfűzve mindig más világot és más szereplőket csinálok, és hát próbálom úgy alakítani a történetet, hogy ne ismétlődjenek a dolgok, tehát újabb csavarok legyenek benne. Hát ez már csak azért is sikerült, mert hogy ugye még a szelektornyában, a görög mitológiában
császkálunk a szereplőinkkel, vagy abban a világban, amit a görög mitológia alapján építettél fel. A Babilonnal elutazunk egyrészt a csendes óceáni szigetre, világ másrészt az ókori babiloni hitvilágba. Itt pedig a nulladik zsebű univerzumban két nagyon érdekes, egyik érdekesebb, mint a másik hitvilágot, vagy vallást, vagy nem is tudom, kultúrát ismerhetünk meg indirekt módon. Az egyik az Arthur mondakörhöz kapcsolódó kelt, a Szász Norman kultúra, vagy hitvilág, vagy mondakör. A másik pedig egy teljesen fiktív, hiszen amiről sem, egy olyan sorozat, amiről semmiféle emlékünk sincs, ez a prehisztorikus Mondjátok, mert most... Neandervölgyi. Igen, mert ezt így most valahogy elfelejtettem. Neandervölgyi emberek kultúrája. Honnan jött az az ötlet, hogy a neandervölgyi kultúrát és ezt az Arthur mondakör, kelta mondakört fogod összekapcsolni? Hát pár évvel ezelőtt ezek a magok már megvoltak, hogy erre is rá lehet építeni egy-egy regényt. Az az igazság, hogy először két külön regényre gondoltam, de olyan rettenetesen elfáradtam, Vikinek már panaszkodtam menet közben, hogy rettenetesen elfáradtam itt a harmadik regénynél, de ez tulajdonképpen már voltak bizonyos gondok a Babilonnál is, tehát nehezen tudtam túllendülni dolgokat, hogy akkor úgy döntöttem, hogy inkább egyesítem a két ötletet, és két szállal fog futni, a két szereplő szállal fog futni az új regény. Gondolom, emiatt is lett még hosszabb, mint az előző kettő. Bár azt hiszem, hogy ha azt nézem, hogy két szereplő, akkor elég jól sikerült kordába tartani az anyagot. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképp csak ennyi. Tehát változott egy kicsit a szerkezet, mert az előző regényeknél egy-egy szereplő szemén át, egyes személyes személybe láttuk a sztorit. Uh-huh. Most azért értem át az egyes szám harmadik szeméről, ne nagyon legyen, ne keverhető, hogy most éppen ki beszél egyes szám első szemében. Aha. Egyébként mondtad, hogy elfelejtetted, mennyi ideig tart egy ilyen elképesztően hosszú regényt megírni neked? Hát rohadt hosszú ideig. Az első regény az több mint két, és meg azt hiszem a második is, és most ez a leghosszabb, ezt valahogy sikerült összehoznom két év alatt, de azt hiszem annak is köszönhető, hogy most kevesebb javítókör volt. Tehát amikor Péceli Dóra szerkesztette a szelektornyát, akkor legalább három volt. A Babilonnál kettő, most csak egy tulajdonképpen, meg még egy fél talán. Mm. Úgyhogy azt hiszem emiatt lett rövidebb a folyamat. És akkor azt úgy képzeljük el, hogy semmi más nem csinálsz, csak ezzel foglalkozol két éven keresztül, vagy kell dolgoznod is? Hát dolgoznom is kell, természetesen magyar író nem tud megélni ugye az írásból, úgyhogy van egy polgári foglalkozásom, könyvtár vagyok, vagy könyvtáros vagyok, és amellett dolgoztam, hát hétvége, szabadság, ami jön. Tehát én annak a 98%-át írással töltöttem, mert nem lett volna kész. Úgyhogy ezért is fáradtam el ennyire, és már 6 vagy 7 éve megy. Úgyhogy most egy kis szünet lesz. De amikor te leülsz írni, Eszter, akkor te tudsz olyat csinálni, hogy amikor éppen csak fél órád van, akkor gyorsan írsz három sort, vagy ha nem tudod biztosan, hogy most három órán keresztül senki sem szól hozzád, akkor bele se fogsz? Hát inkább az utóbbi. Tehát nekem az legalább egy fél óra, egy óra, hogy belerázódjak az előző, tehát hogy belerázódjak abba a szövegbe, ahol abba hagytam az egészet, meg abba a történetszába. Úgyhogy nekem, én akkor tudok írni, ha egy egész napom van, mert azt meg nem bírom, hogy elkezdek írni, esetleg két-három órát írok, és ott vagyok valami tök izgalmasban, és mondjuk el kell mennem megintézni valamit, és az már nem lesz ugyanaz. Tehát uh-huh. A jeleneteket végig kell írnom mindig, úgy érzem. Tehát, hogy uh-huh. mondjuk egy fejezetet jelenetekre osztunk, akkor bizonyos egy-két oldalt, amik tart, azt muszáj megcsinálnom, különben kiesek belőle, és már nem lesz olyan. Aha. Te úgy gondolod magadról, hogy gyorsan írsz, vagy úgy gondolod magadról, hogy ez a pepecsendő író vagy? Ez jó kérdés, azt én is szeretném tudni, de hát mivel én nem vagyok egyben egy másik író, és nem tudom összehasonlítani a két énemet, én nem tudom, hogy te mennyi idő alatt írsz meg egy regényt, de nekem ez baromi nagy munka. Igazából pepecselő vagyok, meg molyoló, de ha nem fordítom be, akkor nem lesz olyan a szöveg.
Tehát egyszerűen muszáj, úgy látszik, ilyen alkat vagyok, biztos vannak nálam okosabb, meg gyorsabb írók, tehát nekem így megy. Jó, itt még valamit hozzátennék az előzőkhöz, hogy azt gondolom, hogy fantazit írni alapból több idő, mivel föl kell építeni az embernek egy teljes világot a háttérben, tehát nem a megszokott dolgok vannak, amiket mindenki természetesen ott van a fejében. Tehát én azt gondolom, hogy a fantasztikus műfajok, a science fiction is, meg a fantasy is olyan, hogy bár nem ismerem a más írók munkamódszereit, de feltételezem, hogy több időbe kerül, mint a normál világban játszódó akármilyen regény, ahol csak az embernek csak a történetszára meg a karakterekre kell figyelni. Ugye itt föl is kell építeni, hogy mi van mögöttük teljes mértékben. Van még egy kérdésem, hogy van valaki kontrollolvasod, vagy valaki, aki így első olvasóként végignézi a szöveget, és akár ezeket akár a világbeli hiányosságokat és önellentmondásokat megtalálja, vagy ez saját magad olyan okos vagy? Én ezeket például sose tudom megtalálni, tehát hogy nekem van egy ilyen tök jó barátom, aki minden szöveget, amit én így kiadok a kezemből, átnézi ilyen szempontokból, és akkor azt mondja, hogy mit tudom én az emberek országában, hogy de egy alagútban nem közlekedhet hangsebességnél gyorsabban egy vonat, mert, és akkor elmondja, hogy miért. Neked van valami ilyes valakid? Nincs sajnos, úgyhogy irigyellek is azért, hogy van bétázód. Viszont ezeknél a mitológiai fantaziknál volt segítségem, Pataki Elvira klasszika filológus, és a Babilon esetében Vér Ádám asszirológus volt a segítségem, úgyhogy nekem ők rengeteg dolgot visszajeleztek, amik nem voltak jók a művelődés történeti szempontból értem, nem voltak jók a regény, mert például a Babilonnál elkezdte írni egy olyan jelenetet, hogy bemennek a templomba, és az Ádám mondta, hogy nem, mert a templomban nem mehetett be más, csak a papok és az uralkodó bizonyos események alkalmából. Tehát akkor át kellett a történetet. Ilyen művelődés történeti dolgokban egy csomó minden van. Az ellentmondásokat meg úgy tudom kiküszöbölni, hogy hétszer átmegyek tényleg a szövegen, és akkor a végére, ha már ismerem. De még most is nagyon sok belefutottam most a javítások során az utolsó körbe, hogy próbáltam visszamenni, és rájöttem, hogy valami logikátlanság, vagy ilyen apró dolgok. Hát csak remélni tudom, hogy nem maradt benne túl sok a szövegben. Ezeket elég nehéz kiszűrni, te is tudod. Igen. Vannak-e a főhőseidnek konkrét példái? Tehát, hogy mondjuk Rufus személyében, aki a nulladik zsebuniverzumnak az egyik főszereplője, egy nagyon visszafogott, hát már-már néha bántalmazott státuszban lévő fiatalembert ismerünk meg, aki hát egy kicsit talán tipizált is, de mégis nagyon egyénire tudtad megírni. Van ezeknek a főhősöknek valamiféle mintájuk, vagy ők abszolút a te képzeletet szüleményei? Hát azt mondanám, hogy is. Egyébként azért tiltakoznék, hogy Rufus egy bántalmazott típus, ő egy elég erős fiú, csak egy kicsit kívülálló az elején. Hát piszkálják azért. Jó, próbálják bántalmazni, nem annyira sikerül, de azért nem az ember a... Nem a népszerű. Hát, olyan, aki kitér inkább a konfliktus elől, de hát amikor meg nagyon piszkálják, akkor meg szétveri a másik kettőt, szóval ez is benne van a pakliba. Nyilván valamilyen szinten beledolgozok, vagy olyan valakinek a személyiségét, akit ismerek, vagy ami még gyakoribb, hogy saját magamnak egy-egy vonását nyilván beleteszem a karaktereimbe, ugye Bovary Néim vagyok, valamilyen szinten minden író így dolgozik. Igazából azt gondolom, hogy ami leginkább valaki másról mintáztam, az a Babilonnál volt Leon személyiség, nem, illetve nem is a személyiség, a külseje. Úgy indult a dolog, hogy bele akartam tenni egy középiskolás osztálytársamnak a karakterét a regénybe, de aztán önálló életre kelt Leon, és teljesen más lett, tehát csak a külseje maradt meg ennek a fiúnak, akire emlékeztem. A többieknél meg általában tényleg az van, hogy valamennyire magamból, egy-egy szállat másokból, szóval össze van gyúrva a karakter. Ezek a karakterek, te találkoztál már azzal a
jelenséggel, amikor egy jól sikerült karakter önálló életre kell, és egy idő után nem azt akarja csinálni, amit te akarsz, mint író csinálni. Arra gondolok, amikor egyszerűen így azt érzed, hogy volt egy elképzelésed, hogy erre felé vidd a történetet, de teljesen nyilvánvaló, hogy a szereplők meg másfele szeretnének menni. Ez totálisan előfordul. A legnagyobb ilyen dolog volt a Szelektornyánál, ahol egyszerűen a kis mocskok beelőztek, és elkezdtem írni egy olyan fejezetet, ami közé még több másikat terveztem, és mire észrevettem, akkor vissza kellett mennem a szövegbe, és mit tudom én, a tetőpont meg a csúcspont után megcsinálni azokat a kimaradt részeket, mert úgy begyorsítottak, hogy elfeledkeztem arról, hogy még ezt is szerettem volna, meg azt is szerettem volna. Úgyhogy az volt a legnagyobb ilyen kanyar, amiről a karaktereim tehetnek, nem én, de aztán utólag sikerült korrigálni. Igen, ilyen van. Van. Pont ez a jó benne, én ezt imádom benne a karakterépítésben, amikor saját lábra állnak, és önjáróak lesznek, és akkor már nem én, igen, nem, de szempontból én irányítom őket, ez az izgalmas benne. Milyen visszajelzéseket kaptál az első két regényre, és befolyásolt-e a harmadikban valamilyen szinten az, hogy amilyen visszajelzéseket kaptál az olvasóktól, vagy a kritikától, vagy bármitől? Hát személyes visszajelzésem az nem olyan sok, néhány e-mailben időnként megkeres egy-egy olvasó, általában érdeklődnek, hogy mikor jön a következő kötet. Leginkább a Molyon szoktam a visszajelzéseket olvasni, tehát onnan valamennyit le tudok szűrni, azt hiszem, és a Babilon írásánál már határozottan befolyásolt az, hogy volt néhány negatív hozzászólás a Szelektornyával, tehát például a karakterrel kapcsolatban, hogy egyszerűen túl sok mindent akartam vele kezdeni, túlságosan sokféleképpen volt kiválasztott, stb. Szóval ezt igyekeztem, meg túlságosan kiváló volt, és azt igyekeztem Leon karakterénél egy kicsit leépíteni, hogy egy hétköznapi gyereket betenni főszereplőnek. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez sikerült is. Uh-huh. Azt szeretném megkérdezni, hogy te melyik, tehát hogy most akár a Szelektornyából, meg a Babilonból is, de mondjuk inkább maradjunk a nulladik zseb univerzumnál, melyik ilyen apró, tehát tele vannak a világaid, tele van az egész épített világod, ilyen nagyon-nagyon plasztikus, nagyon látványos, remek ötletekkel, apró technológiai megoldásokkal, igazából ez az, ami miatt az egész annyira behúzza az olvasót a saját világába. Te melyik ilyen megoldásodra, vagy ötletedre, vagy legbüszkébb? Aztán majd utána elmondom én is, hogy melyik az én kedvencem, csak először szeretném a tiédet hallani. Tehát melyik fantasztikus megoldás? Tehát arra, igen, ezek a kis technológiai finomságok, tehát a millió ötlet, amitől annyira jó ez az egész, hogy azok között van-e szívszerelme. A Szelektornyában élveztem ezeket nagyon, talán az imágó pisztoly, ugye, amit a háborúban használnak, meg amiket kitaláltam, ilyen különféle fegyvereket, amik viszonylag szerint módon lehet bevetni az ellenség ellen, tehát nem gyilkosság, meg nem öli meg őket, csak valamilyen módon ártalmat tanít őket, például az imágó pisztoly. Aha. Ami ugye befagyasztja az időbe azt. Igen, igen, igen. Ezért mondjuk ez nem tudom, tehát hogy azért itt lennének ilyen ellenvetéseim a szerint móddal, mert azért így bennmaradni egy idő pillanatban az örök létig is tovább. Keményen bánok a főszereplőimmel, meg a szereplőimmel, tehát van azért előfordul a szereplő halál is, bár főszereplő természetesen nem hal meg, vagy ha megkap főtámad. De szerintem ez csak fokozza az izgalmat. Úgyhogy... Uh-huh. Mindenképpen ja. Jó, hogyha van tétje a dolognak. Hát erre szokták mondani, hogy ami a rossz a karakternek, az jó a regénynek. Igen. Meg hát én is trónokharca rajongó voltam az elején, ugye, és hát a Martin Mester tett róla, hogy a fantaziba elég erősen eluralkodjon ez az a vonal, hogy a szereplőket írtja az író. Uh-huh. Nem feltétlenül, azért mondom, nem feltétlenül főszereplőt, mint a Martinnál, de szereplők nálam azért hullanak. Na, de elmondom, hogy nekem a nulladik zseb univerzum technológiai megoldásai közül az új Avaloni WC-k lefolyó rendszere volt az, aminél így hátradőltem, és így röhögtem, hogy hát ilyen nincs. Szóval, hogy ez,
ez annyira jó, hogy azt csapna. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen apróság van, ami rettentesen élvezetessé teszi az egészet. Akkor ezek azok a dolgok, amiket te így jegyzetelsz, és aztán majd berakod valahova a végén? Mindenfélét jegyzetelek, de főleg ilyen, de mondjuk karakterekkel kapcsolatban, például valami poém eszembe jut, azt szoktam írni, hogyha be tudom-e valahova illeszteni, egy kicsit legyen egy-két humoros momentum, de igen, elsősorban az ilyeneket. A világépítés erről szól szerintem, hogy ezeket az apró dolgokat az ember bedolgozza a szövegbe, ettől lesz egy reális háttere az egésznek, ha lehet ezt mondani fantazi esetében, hogy reális. Úgyhogy... Reálisan irreális. Igen. Tehát minden esetre valószerű lesz a szövegben. Tervezel-e még, azt mondtad, hogy nagyon fáradt vagy, de tervezel-e még valamit ezzel az egésszel? Ezzel hát a világgal, ezekkel a zsebuniverzumokkal? Igen, igazából most két regény ötleten gondolkodom, de az egyiket már lehet, hogy olyan régóta hordom magamban, hogy kezd unalmassá válni, és arra gondoltam, hogy ez a zsebuniverzumok világa, ebben még sok lehetőség van, csak mondjuk a grifflovasokkal nem akarnám folytatni, tehát ezekkel a karakterekkel, de gondolkodom most egy egyiptomi zsebuniverzumban játszódó fantazin, egyfajta spin-off-szerű leágazás lesz, tehát most nem kapuháború lesz, stb., hanem hogy valami más, még nem tudom mi. Ezen is gondolkodom most. Úgyhogy lehet, hogy egyfajta... Igen, mert ezt a zsebuniverzumot, mint szót, ezt hogy találtad ki? Hát létezik ez a szó, fizikában, kozmológiában létezik valami elmélet, én sem tudom pontosabban, multiverzumokkal függ össze. Aha. Tehát olvastam róla, de nagyon keveset lehet találni a neten. Igen, egyébként ez olyan érdekes, hogy az ember így próbál kitalálni dolgokat, de igazából már olyan, mint hogyha minden történetet megírtak volna, és mindent kitaláltak már. Legfeljebb az lehet a nagyon új és a nagyon izgalmas, hogy az ember ezeket a különböző meglévő kliséket és már létező ötleteket így hogy használja fel. Nem tudom. Ezt úgy látom, hogy ezt a klisés dolgot, hogy vannak próbabábuk, azok a klisék, és az ember mindig maga rak rá egy új ruhát, vagy maga szabja, maga varja, de az a ruha az máshogy fog kinézni. És szerintem az meg a másik, hogy az olvasók szeretik a visszatérő topozokat. Én baromira szeretek visszatérő topozokat, például a Pinocchio komplexus robotokat, imádom, mint a toposzt, tehát hogy olyan sci-fit olvasok, akkor az alapból bejön. Ugyanígy az ilyen tinédzserek megmentik a világot, toposzt is szeretem, nem véletlenül, hogy erről szól a trilógia. Tehát szeretem én a visszatérő dolgokat. Az a lényeg, hogy az ember élettel töltse meg ezeket a kliséket, meg egy kicsit legyen egyedi valamiféle szempontból, legyenek benne egyedi megoldások. Úgyhogy hát azok bőven vannak. Tehát minden spoilerezés nélkül elmondhatom, hogy azért egyedi megoldások és egyedi ötletek tömkelege van ezekben a könyvekben. Örülök, hogy ezt mondod. Nagyon szépen köszönöm akkor Szakács Eszternek és Rét Vikinek, hogy itt volt velünk ezen a virtuális könyvbemutatón, és a kedves nézőket, hallgatókat és olvasókat pedig arra biztatom, hogy aki szerette a Szelektornyát és a Babilont, azt mindenképpen olvassa el a nulladik zsebuniverzumot is, aki pedig esetleg még nem olvasta a Szelektornyát és a Babilont, az azonnal olvassa el a két könyvet, és utána olvassa a nulladik zsebuniverzumot is. Fantasztikus élményben lesz része mindenkinek, aki szereti a fantasyt. Köszönöm szépen Szakács Eszternek még egyszer, hogy velünk volt, és mindenkinek további jó karantént vagy szabadságot kívánok. Sziasztok! Én is köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem. Most jöttem rá tulajdonképpen, hogy nagyon szeretek a könyveimről beszélni, csak igazából nincs rá túl sok alkalmam. Úgyhogy köszönöm. Sziasztok!